címe? Esztergom, lakcím nélkül lakos. Átfordul, akkor nem is az én körzetemben. Én úgy gondolom, hogy itt van a lakcímkártyám. Esztergom, lakcím nélkül. Szerintem a közigazgatási határokon belül hajléktalan átfordul. Igen, hajléktalan. És hol lakszik? Híg alatt itt ott. Ön is volt hajléktalan, nem? De nem voltam visszaeső. Az nem probléma, nem ezért vagyunk itt. Hogy miért van itt? Hogy ön most itt sértegessen engem, hogy visszaeső. Én nem sértegettem. Ön visszaeső, hogy volt az, amikor, hogy volt az, amikor mi együtt füvesztünk? Mit mondott ön videóban? Azt már egyszer megbeszéltük. Én engem nem fog tudni bele. Én most beszélek önnel életemben. Most beszélek önnel életemben. Trefféterembe nem emlékszik véletlenül, Tamás? Nem. A sörgödőre? Én soha nem beszéltem magával, ne hazudjam. Értem. Jó. Soha. A bíróságon megbeszéljük. Na. Az adófizetők pénzéből. Mit? Ön lelkiismeret. A cselekményeket, amiket ön elkövetett. Ön lelkiismeret. Én, amit elkövettem, én azért le is ültem az ítéletemet. Árpádi úr, majd azért is talán meg fogja kapni a maga büntetését, és legújabban elkövetett. Azon hajtanak emberek, igen. Helyes. Helyes, persze, hogy helyes. Egyszer tudja mindenki. Mit akar a körzettel kapcsolatban mondani, ahol én képviselő vagyok? Egyetlen egy mondat. Ilyeneket nekem ne hagyjon itt. Miért? Nem hagyom ott. Hát én ezt nem veszem át. Nem is kellett vele. Na, helyes. Azt mondja meg, hogy a körzettel kapcsolatban elolvastam. Abba a körzetben, ahol ön képviselő. Politikai nyilatkozatokat nekem nem kell. Ez nem politikai nyilatkozat. Ha elolvasná. Ha elolvasta, nem látom ott az aláírását sem. Mit akar a körzettel kapcsolatban mondani? Egy másodszor látom a tollát, köszönöm. Mit akar mondani a körzettel kapcsolatban? A körzettel kapcsolatban azt szeretném megjegyezni. Milyen lelkiismerettel írta a lelkiismerettel? Ákvarjú, én mindent jó lelkiismerettel teszek, nem vagyok bűnöző, nem tettem olyan dolgokat, amiket ön állít. Olvassa el még egyszer, nem ezért Ákvarjú. Arra megvan a külön jogi. Én nem hiszem, hogy önt bármilyen módon figyelmeztetnem kéne mindarra, amit elkövetett. Jogi. Nem is fenyegetném ön semmire, Rákfavi úr. Egyszer el kell számolni. El kell számolni. Ott a képviselőtestület. El kell számolni az ott, amit elkövetett. Itt nem. Ez egy lakosság. Mennyit fizetett magának az ember? Én? Az ember. Ki az ember? Ki az ember? Nevezze meg. Van ilyen, hogy az ember? Nevezzem. Vannak emberek, igen. Esztergomban sok ember. Az ember. És Magyarországon kire gondolt? 9 millió. Melyik az a fő az ember? Ön kire gondolt? Ön ismételten egy olyan dologba szeretne valakire. Szeretne belehúzni. Viszontlátásra. Nincs viszontlátásra, mert nem hallgatja meg, amit mondok. Körzettel kapcsolatban ötször megkérdeztem, mit akar mondani. Nem mondani. És el szeretném mondani. Viszontlátásra. Nincs viszontlátásra, uram. Nincs viszontlátásra. Nincs viszontlátásra. Nem. Ott. Igen, más ember fél óráig ülhetett bent, én meg se kérdezhettem, amit mondani szeretném. Igen, és a körzettel kapcsolatban. Most szeretném mondani önnek, uram. Viszontlátásra. Ön a jegyzőkönyvvezető? Én vagyok. Akkor legyen szíves nekem leírni papírra, hogy nem diktálok, én kérek, mint esztergomi nyugodtan. Miért hívja a rendőrséget? Minek? Minek? Minek van véget? Úgy érzem, hogy kettő darab diktafon van itt, és egyetlen egy olyan szó nem szólalt. Ez nem provokatív. Az, amit ön mond, az provokatív, uram, hogy feltételezi azt, hogy választók polgároknak fizetnek. Tessék? Büntetőeljárásokból tudom, hogy ön mit tudja. Nem tudja, mert egyetlen egy büntetőeljárás. Ha tudná a törvény szavát, akkor tudná az első sorokat. Bíróság jogerősítéleteig senkit nem nevezhet bűnösnek. Tehát ön nem a magyar bíróságnak tagja, tehát nem mondja. Uram, én ültem, de amiért én ültem, azt leültem. Ön azért engem nem vonhat felelősségre. Itt ez egy lakossági fórum. Tudom, kicsoda ön. De az nem probléma, nem probléma. Ha tudná minden egy... Persze, be, hogyha a képviselő úr meg fogja hallgatni, amit mondasz. De, uram. Én is szeretném elmondani azt, amit el szeretném mondani. Ne fogjam a mások idejét. Menjünk. Nem foglalom el a mások idejét. Nincs jobb. Uram. Nekem is mondja, nekem is a kocsiba ül, csak 200 kilométerre odébb sajnos mások miatt. Menjünk abba az irodában, jó? Ott fogom. Akkor ott fogom megvárni, uram. Hát dehogy nem. Ön provokálja a lakosságot, uram. Én kérdezni szeretném volna ön folyamatosan azt, hogy én kit vádolok, ki az, aki engem fizet. Engem nem fizet senki, uram. Ön
A magyar jogrend kettő darab frázist ismer. Büntetett előéletű ember és büntetlen előéletű ember. Magát ez között a két tábor között a mentelmi joga válaszza el. És meg fogom várni, akkor választja felvidéki magyar parasztgyerek szülei vagyok, vagy gyereke vagyok, úgy elnézést. Nem vagyok annyira tanult, mint ön, nem vagyok annyira szimpadias, mint ön. Elmondtam önnek ezt a szimpadias magatartást. Több perben, ahol ön vádott. De nem probléma, ön is lesz vádott. Ön is lesz vádott, nem probléma. Ön is. Az lehetség, semmi probléma nincs. Viszontlátásra, Vegyes úr! Köszönöm, hogy meghallgatott. Örültem, hogy felvehettem a mondandóját.